Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Prőle Gergely, a Habsburg Otto Alapítvány igazgatója, Magyarország volt berlini és berni nagykövete. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy még áprilisban jelent meg Habsburg Eduárdnak a könyve, aminek az a címe, hogy a Habsburg út 7 szabály viharos időkre. Ugye Habsburg Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete, és egy elég részletes könyvet írt többek között a családjáról, hitvallásáról, illetve arról, hogy hogyan látja Európának és a világnak a jövőjét jelen kihívásokban. Azért is érdekes a könyv, mert az előszabát Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke írta, és ebből szeretnék egy rövid részletet idézni, amely így szól, hogy a módszerekben és a politikai pozíciókban volt is különbség, a magyarok és a Habsburgok mindenkori célja mégiscsak ugyanaz volt, megtalálni, hogyan maradhatunk évszázados távlatokban önmagunk, és miként tehetjük erős, önálló világpolitikai szereplővé Közép-Európát. Habsburg Eduárd könyve megmutatja, hogy mennyi mindenben gondolkodunk ugyanúgy, valljuk, hogy az ember a családjában találhatja meg a boldogságot, hisszük, hogy a kereszténység tart meg minket önmagunknak, és tudjuk, hogy Európát integrálni az európai emberek akarata ellenében lehetetlen vállalkozás. Így már az sem meglepő, hogy egy tőrőlmetszett magyar szabadságharcos a maga nem kevésebb helyével ír erőszót a Habsburgok könyvéhez, azonos oldalra kerültünk újra, és ismét együtt indulunk csatába, mint 800 évvel ezelőtt közös történelmünk folytatásra vár. És igazából, ami miatt én be is hívtam önt, ez pont ez az utolsó mondat, ez a közös történelmünk folytatásra vár, mert hogy úgy tűnik ebből, meg néha Habsburg család tehát a Habsburg család sarjainak nyilatkozatából is, minthogyha ez a Habsburg történet nem lett volna lezárva. Ön hogy látja ma a Habsburgokat? Ők egy letűnt kornak az egyes ilyen őrzői még, vagy ténylegesen olyan emberek, akik akár a jövőben is, családilag is, dinasztia szempontjából is fontos szerepet vállalhatnak a világ vezetésében? Nagyon összetett ez az egész kérdés, és azon spekuláltam idefele jövet, hogy vajon hogy lehet ennek az egész beszélgetésnek valami ívet adni, hiszen valóban ez a könyv, ez egy nagyon személyes könyv, amit Habsburg Eduárd írt. Önmagában abban persze van valami furcsaság, hogy mi egy olyan könyvről beszélünk, ami egyelőre egy kis amerikai kiadónál jelent meg angolul, és a Habsburg Otto Alapítvány jelezte a szándékát a szerzőnek és a kiadónak, hogy ezt kiadnánk magyarul, és itt jön igazán a válaszom az ön kérdésére, hiszen a Habsburg Otto Alapítvány nem mást csinál Magyarországon, mint hogy Habsburg Otto örökségét dolgozza föl, digitalizálja. És ez az örökség, ez bizony nem pusztán egy egykori trónörökös öröksége. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy érdemben tudjunk választ adni erre a kérdésre, érdemes egy kicsit áttekinteni Habsburg Otto, mint az utolsó olyan családfő, Habsburg családfő, IV. Károly magyar király és osztrák császár fia életpályáját, aki a trónörökösi mi voltán túl egy látványos európai karriert futott be. Mert azt látjuk ugyan, hogy most is számos Habsburg szerepel a közéletben, valóban, ahogy ön is mondja, Habsburg Otto fia György párizsi nagykövetünk, és a család magyarágának, ugye ez a József nádor, József főherceg féle ág, aminek Eduárda leszármazottja, ő pedig szentszéki nagykövetünk. Otto élete, vagy életpályája a 20. században és a 21. század elején az, ami igazából illusztrálni tudja azt, hogy hogy lehet egy olyan kort követően, amikor Közép-Európában birodalmak, királyságok működtek, ám de ezek a múltéi, miképpen lehet mégiscsak ezt a Habsburg szemléletet érdemben politikai területen alkalmazni, kamatoztatni. Na most a miniszterelnök sokat sejtető szavai, amiben azért benne van, hogy ő egy sokat próbált szabadságharcos, ami ugye azért fontos, mert a magyar történelmi tudatban nehéz volna azt állítani, hogy a Habsburgok feltétlenül pozitív
elbírálás alá esnének úgy madártávlatban. Ha a miniszterelnök a kuruc, akkor ők a labancok. Ha lehet, pontosan. Tehát ez a kuruc-labanc ellentét, ez nyilvánvalóan része a magyar közgondolkodásnak, és pontosan ezért érdekes Orbán Viktornak ez a megjegyzése. A Habsburg birodalom valóban egy közép-európai birodalom volt, és ugyan másképp volt közép-európai birodalom, mint ahogy mi ma mondjuk a V4-ek kapcsán közép-európáról gondolkodunk, hiszen a Jagellók közismerten nem voltak részei ennek a birodalomnak, tehát Lengyelország egy másik történelmi háttérre, történelmi múltra és tudatosságra tekinthet vissza. Mégis a Habsburg birodalom volt az, amelyik egy olyan stratégiával állt föl, ami egyrészt kelet felé is megpróbálta a birodalmi törekvéseket és Oroszország felé visszatartani, ugyanakkor nyugatról is a nagy birodalmaknak megpróbált ellenállni, és valóban itt Európa közepén egy erőközpontot hozott létre. Akkor terjeszkedési szándékuk nem volt, hanem a közép-európai térséget akarták uralni? A közép-európai térséget akarták uralni, és ez természetesen ahhoz képest, ami korábban volt, és pedig, hogy a német-római császárság is a kezükben volt, hiszen erről szól ez az előszó is, hogy annak idején a Magyar Királyság is segített Rudolfnak abban, hogy ezt a német-római császári hatalmat megszerezze, és a másik nagy uralkodó, aki mind Eduard, mind Habsburg Ottó számára fontos volt, ötödik Károly, ugye, aki a reformáció idején volt német-római császár, és akinek a birodalmában közismerten nem ment le a nap. No, tehát ennek a újkori formája az egy közép-európai birodalom volt. Mennyire igazok azok a híresztelések, hogy alapvetően a Habsburg család az egy zsidó család, és akkor a történelem egy bizonyos pontján valamelyik pápától kap kiváltságot? Azért kérdezem ezt, mert ugye most Eduard könyvéből is kiderül, hogy ők a katolicizmusnak a nagy védelmezői. Én ugye erről nem szól a fáma. Tehát Habsburg Eduard könyve sem szól erről. Most, hogy ki zsidó, ki nem zsidó, ez egy nagyon messzire vezető kérdés. Én nem hiszem, hogy ebben én hitelesen állást tudnék foglalni, és nem is hiszem, hogy a kérdés feltétlenül releváns. Én nem hiszem, hogy az ő katolicizmusuk az egy neofita katolicizmus lenne. Az nyilvánvaló, hogy amikor az ősi várban, és ennek megint csak vannak érdekes magyar összefüggései, tehát ebben a bizonyos a jelenlegi Svájc területén lévő Habichtsburgban, amit ők az ősi fészeknek tekintenek, létrejön a gondolat, és elindul ez a hatalmi építkezés, akkor ők már elsőként egy bencés kolostort alapítanak, és ez a bencés kolostor, ami Muri városában, vagy Muri helységben közel ehhez a bizonyos várhoz, mind a mai napig létezik, és ahol Károly és Zita szívurnája van elhelyezve, ma már egyébként nem működik bencés kolostorként. Ez alapozta meg azt a hosszú-hosszú évszázadokon át tartó kapcsolódást a bencés rendhez, ami miatt aztán Ottónak később az emigrációba bencés tanárai voltak, és amiért Habsburg Ottó szívurnája pannonhalmi főapátságban van elhelyezve. Ami a katolikus elkötelezettséget illeti, az Habsburg Eduard könyvében egyrészt egy nagyon, nagyon hitvallásos fejezet. Tehát a hit megélésének módja, az eukarisztiában való részesedés fontossága, a pápához fűződő viszony fontossága. Itt megint csak egy érdekes közép-európai összefüggés,
hogy Szent II. János Pál, ugye Karol Wojtyla, azért volt Karol, mert az édesapja nagy tisztelője volt IV. Károlynak, és ezért nevezte a fiát Karolnak. Tehát egy olyan szoros összekapcsolódás van a Vatikánnal, a katolikus hittel, ami valóban meghatározó a család számára, és ezért van ennyire markáns helye gyakorlatilag két fejezet. Talán a leghosszabb rész egyébként az így pont van, ez. Így van. Vannak ebben azért meglepő mondatok. Például azt írja, hogy Luther egy megtévedt szerzetes volt, aki mély vallási megosztottságba sodorta a birodalmat, és nézeteit annak ellenére sem vonta vissza, hogy arra méltányos lehetőséget adtak neki, és ezért megállapítja, hogy ő se ötödik Károly joggal nyilvánította őt eretneknek. Ugye azért nagyon érdekes ezt már a történelem mostani perspektívájából nézni. Még egy kicsit, ha maradunk a katolikus egyházzal való viszonynál, hogy ugye azért láttuk a különböző történelmi korokat, hogy mondjuk a pápa hogyan irányított nagyon sok uralkodóházat, vagy hogyan voltak ezek az összefonódások az egyház, illetve az állam között, hogy a Habsburgok miért tartják ennyire fontosnak az, hogy egyrészt a katolikus egyház védelmezői legyenek, másrészt pedig azt, hogy tulajdonképpen ebben a történelmi helyzetben folyamatosan együttműködjenek az egyházzal. Ugye itt bizonyos értelemben nem nehéz helyzetben vagyok, hanem könnyű helyzetben vagyok, hiszen mint a magyarországi evangélikus luteránus egyház világi vezetője, erről markánsan eltérő véleményem van. Nincs ellentmond, és ebben Habsburg alapítvány. Habsburg Eduárdhoz képest, amiben csak az vigasztal, hogy Habsburg Eduárd, illetve Habsburg György felesége, Eilika von Oldenburg az egyik legnagyobb német protestáns család lánya, tehát ilyen módon azt is tudom, hogy Habsburg Otto hogy tekintett erre a katolikus protestáns szembenállásra, tehát ha ő ezt el tudta fogadni, akkor nyilvánvalóan mi is lehetünk egy kicsit nagyon alulba. És el tudta? El tudta természetesen, tehát ő nagyon támogatta ezt a házasságot. De ami érdekes, meg ami a lényeg, tehát ugye Habsburg Eduárd valóban erről a bizonyos Wormsi birodalmi gyűlésről, aminek nyomán a pápai átok sújtotta Luther Mártont, ő idézi ötödik Károlyt, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag egy ilyen szillogizmust állított föl, hogy itt most egyetlen egy szerzetes mondja azt, hogy rossz, ami történik, miközben évezredeken át sokan jónak tartották azt, ami zajlik. Most nem gondolom, hogy ez az a műsor, ahol nekem Habsburg Eduárddal szemben meg kéne védenem Luther Márton, de azért egy nagyon érdekes összefüggésre hívnám fel a figyelmet, ami bizonyos értelemben megvilágítja a katolicizmus, illetve a reformáció és a korabeli hatalmi politika összefüggéseit. Ugye nem pusztán arról volt szó, hogy amikor Luther Márton elkezdte hirdetni a tanait, 1517. október 31-én híres 95 tételét Wittenbergben meghirdette, hogy akkor egyfajta hirtelen teológiai tisztánlátás lett úrrá a német nemességen, és ezért lett volna olyan sikeres a reformáció. Természetesen az az elképzelés, hogy a Szentírásnak fontos szerepe van, hogy a Szentírás anyanyelven való olvasásnak nagyon nagy jelentősége van a hit megélésében, ugye, ami tagadhatatlan. És hát azóta tudjuk jól, hogy a latin nyelvű misézés a katolikus egyházban sincs, tehát ott is az anyanyelvű biblia olvasás azért mégiscsak meghonosodott. Tehát nem pusztán hitelvi alapokon lehetett ő sikeres, hanem azért, mert a német rendek a bucsucédula árusítás kapcsán látták, hogy áramlik ki a pénz az országból. Ez akkora pénz volt már, hogy ez egy tényleges tételt jelentett akár a német költségvetésben? Ez egy óriási tételt jelentett. Hát gondoljunk csak bele, hogy akkor
és aki járt már Rómában, az láthatja ennek a lenyűgöző gyümölcsét, ami nem más, mint a Szent Péter Bazilika. Ugye ebben az időben a gazdag északon, és akkor itt érdemes a párhuzamokat a jelenlegi Európai Unió összefüggésében is morzsolgatni, a gazdag északon, lásd Bern, lásd Köln, lásd Ulm, már gyönyörű gótikus katedrálisok épültek, és ugye az egyházi atyák ott a szent csontok fölött, Szent Péter csontjai fölött egy omladozó késő románkori templomban élték meg a hitüket. Ez a különbség nyilvánvaló volt, vagyis nem volt pénz arra, hogy ez az épület megépüljön. A búcsú cédulák által sikerült ezeket a gazdag északi német más tartományokból, ezeket a forrásokat, ezt a vásárlóerőt gyakorlatilag a búcsú cédulák gyakorlatával, amiben a bűneink megváltása vált lehetővé a köznép számára, sikerült ezeket a pénzeket a szegény délre vándoroltatni. És amikor a német választófejedelmek ezt látták, és látták azt, hogy Luther Márton teológiai alapon tiltakozik ez ellen, hiszen a kegyelem és a keresztény szabadság gondolata az gyökeresen ellentmond ennek a búcsú cédula gyakorlatnak, akkor látták azt is, hogy hát bizony, ha Luther mellé állnak, akkor ez a fajta valuta kiáramlás megállítható. Vagyis a német rendek és a központi hatalom, a német-római császár, később a katolikus Habsburg ház és a protestánssá váló Németország szembeállása ilyen teológiai, de ugyanakkor nagyon is világi és nagyon is anyagi konfliktusokra vezethető vissza. Nagyon sok esetben akkor azt látjuk, hogy hatalomtechnikai kérdések bújtak meg a különböző akár vallásháborúk között. Ami számomra érdekes, hogy azért egy elég erőteljesen osztrák és német gyökerekkel rendelkező birodalomnak a vezetői, ők mondjuk miért köteleződnek el ennyire a katolikus egyház mellett, miközben a társadalom azért ennél jóval összetettebb. Nagyon érdekes az áttekintés Habsburg Eduárdnál, mert ugye ő fejezetről fejezetre gyakorlatilag végigpásztázza a nagy Habsburg uralkodókat, és áttekinti azt, hogy milyen volt az ő viszonyuk a protestáns közösséghez. És amikor az ellenreformációhoz ér, akkor nyilvánvalóan kiemeli ennek a helyzetnek a drámaiságát, hogy akkor mi minden történt, és hát ugye ezt tudjuk Magyarországon is, azért Nyugat-Magyarországon elég sok protestánsnak elvágták a torkát az ellenreformáció idején, és amikor egy nagyon érdekes részhez érkezik, és pedig második József megítéléséhez, aki ugye a türelmi rendelet által azért mégiscsak megnyitotta az utat a Habsburg, illetve a protestáns kibontakozás felé, akkor nagyon óvatosan fogalmaz, hiszen nem vádolhatja azzal, hogy ő ne élte volna meg a katolikus hitét, utal arra is, hogy hány fontos katolikus intézményt alapított. Ugyanakkor ezt nem szemléli kritikátlanul, hogy a protestáns híveknek ilyen lehetőségeket biztosított. Ha egy kicsit megnézzük a birodalmi gondolkodást, ugye a miniszterelnök is az előszóban azt mondja, hogy amíg hatalomra segítették, addig közös volt az álláspont, és amikor pedig már birodalomként gondolkodtak a Habsburgok, akkor az szembe ment a magyaroknak az érdekeivel sok esetben. És nagyon érdekes, hogy ír Eduárd arról is a könyvben, hogy ugye van egy legenda, ami szerint a Szent Római Birodalom a mai napig nem szűnt meg, mert hogy Liechtenstein kimaradt az 1806-os feloszlatási rendelet. És azt írja Eduárd, hogy szigorúan technikai értelemben a birodalom a mai napig fennáll, és ki tudja, talán egy nap a jövőben újra ez adja meg az Egyesült Európa lelkét, de azt is hozzáteszi, hogy ez jelenleg a fantázia birodalmába tartozik. Tehát a birodalmi gondolkozás szempontjából kérdezném, hogy egyrészt nyilván annak idején működött a birodalmi gondolkodás, de van-e létjogosultsága akár most egy Habsburg birodalmi gondolkodásnak? Engedjen még egy kitérőt, kérem még az előző kérdéshez, mert
a vallási, illetve a felekezeti különbségek kapcsán van egy nagyon érdekes adalék, hiszen Habsburg Eduard József Nádor és József főherceg leszármazottja. Ugye József Nádor volt az, aki az 1790-es években Nádorként a Habsburg ház nevében Magyarországra érkezett. És ő rezidenciája volt Felcsúton. Pontosan. És ami még érdekes, és azért mégiscsak a Hitrádió az egy új protestáns gyülekezethez köthető, tehát egy érdekes összefüggés az, hogy neki három felesége volt. Kettő nagyon fiatalon elhunyt, az első orosz ortodox volt, a második református volt, és a harmadik pedig egy württembergi evangélikus, Mária Dorottya, akinek a mi egyházunk, az evangélikus egyház, köszönheti a budavári bécsi kaputéri evangélikus templomot, illetve azt, hogy Magyarországon, gondoljunk csak a Deák téri templomra és az Inzula Luteránára, ami ott iskolát is, az evangélikus országos múzeumot is magába foglalja, létrejöhetett és hivatalos formában is létezhetett. Ezt csak azért mondom, hogy ugye itt Habsburg Eduard nagyon szigorú ebben a fejezetben a más felekezetekkel, protestáns felekezetekkel szemben, de ugyanakkor felmenői között a 19. század elején egy ilyen fontos lépés is volt, ahol ugye József Nádor házassága révén ilyen módon megjelentek. És egyébként József Nádor katolikus volt. Hogyne. Tehát, hogy ő pedig katolikus volt. De hát azért gyakorlatilag a felesége nélkül, akkor lehet, hogy nem lenne Deák téri evangélikus erről templom. Erről van szó, pontosan. És ott nem csak ő, hanem már az előző felesége, meg az első felesége is, a Mária Pavlovna. Ő is sokat tett azért, hogy a saját maga felekezetisége azért valamilyen módon megvalósul. Akkor még hadd kérdezzek ide a birodalom előtt, hogy ugye azért a Habsburgoknál láttuk azt, hogy nagyon stratégiai módon kötöttek házasságokat különböző irányba. Igen, ez az első fejezet, ami de parancsolja, nem akar. Tehát, hogy vajon amikor a vallási viszonyokat nézzük, akkor is megvolt ez a stratégia? Tehát, hogy az is számított, hogy a katolikus vezetőnek legyen egy protestáns felesége? Én nem hiszem, hogy ez akkor felekezeti szempontból játszott szerepet. József Nádor esetében el tudom képzelni, hogy az első házassága az orosz hercegnőhöz adott esetben ilyen, erről nem ír Eduard sem, és én sem tudok róla, hogy ez pontosan hogy volt. Ugye azt lehet tudni, hogy bárkit is vettek feleségül, a gyerekek azok katolikusok lettek, ez egyébként így van Habsburg György esetében is, és így volt József Nádor esetében is. És ha már a házasságról beszélünk, ugye ez a legendás mondat, szállóigévé vált mondat, hogy te csak házas, hogy boldog Ausztria. Ez ennek számos magánjellegű és hivatalos vagy közéleti vonatkozását megvalósítja a könyv, vagy kifejti a könyv, ami hát egy egyértelmű állásfoglalás a házasság mellett. Tehát annak a házasság intézménye. A házasság intézménye, és örömteli volt a mellett. Nagyon érdekes hangulata van ennek a fejezetnek. Ez is szerelemből házasodtak? Hát ugye, amit pontosan tudunk, ezt Habsburg Otto esetében pontosan tudjuk, hogy igen. És én azt gondolom, hogy József Nádor esetében is így volt. A hosszú történelem során nyilván volt olyan, hogy nem. De mondom, ettől függetlenül a házasság intézménye és az, hogy sok gyerek szülessen, aminek megint csak voltak hatalompolitikai megfontolásai. Ez a fajta párhuzamosság, ugye ez nehezen választható el egymástól, hogy akkor mi a gyermekáldás feletti öröm, és mi a taktikai megfontolás, de az biztos, hogy az örömöt, amit ugye Mária Terézia esetében 16 gyerek 20 év alatt jelentett, ez mindig kiegészült azzal, hogy az ő házasságaik, lásd, ugye Mária Antoinette és a francia király, tehát ez
számos politikai implikációt is hordozott. És akkor beszélünk akkor még, a birodalomról. Akkor még egy picit, még mindig a birodalom, és akkor csak azért, mert itt a házasság kapcsán, pont Mária Terézia kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy ugye ott majdnem kihalt a Habsburg ház, és akkor be kellett vonni a lotaringiai házat. És ugye az is egy külön nagy történet, hogy a lotaringiai ház, amit nem szoktuk hivatalosan végigmondani, hogy Habsburg lotaringiai ház, de azért mégiscsak egyben vannak, hogy az ő csatlakozásuk, lotaringiai Ferenc csatlakozása, az jelent, jól mondom, lotaringiai Ferenc igen. csatlakozása, az jelentette újabb és újabb perspektívákat, vagy újabb és újabb távlatokat a Habsburg háznak? Minden nagyobb fejedelmi csoportosulás, mondjuk így mondom, mert nem csak családok voltak, nyilván volt egy erős családi kötelék, de minden egyes ilyen csatlakozás az természetesen egy újabb lehetőséget jelentett a politikai ambíciók megvalósulására is, és ez bizony az, hogy ugye, mind a mai napig Habsburg-lotaringiai Károly, György, és a többi, ez Otto számára is nagyon fontos volt, és az, hogy annak idején Nancy-ban volt az esküvő, ez is jelezte azt, hogy hát itt bizony vannak olyan jelek, jelzések, amelyek akár még a 20. században is fontosak lehetnek, hogy ezt a fajta európai kitekintést ezt megőrizzék és hangsúlyozzák is. Itt majd érdemes lesz visszakanyarodni a miniszterelnök utolsó mondatára. Igen. Ugye a lotaringiai családnál még az az érdekesség is megvan, hogy ők az első keresztes hadjárat után megkapták a Jeruzsálem királya címet, ami így végül is a Habsburgokra szállt, és ha nagyon ellamentálunk ezen a birodalmi törekvésen, vagy azon, hogy lehet-e Habsburgház 2.0 akár az egész világra kiterjedően, és akkor mondjuk annak nyilván egy központi kérdése vallási szempontból is, ugye például Jeruzsálem. Nyilván egyelőre nincsenek ilyen igényteljesítések, de azért látjuk azt, hogy a Habsburg család tagjai például elmentek ugye Jeruzsálembe, ott egyébként ők hitet is tettek, amellett, hogy támogatja, tehát például támogatói a zsidóságnak. Egyébként, mintha az emlékeim szerint itt beszéltek volna arról, hogy nekik vannak zsidó gyökereik, tehát az elején még ezért kérdeztem ezt. És akkor itt térhetnénk rá, ez most csak egy szelet, de hogy ezek a birodalmi gondolkodások, ezek mennyire nyilvánulhatnak meg jelenleg az ő ambícióikban? A Jeruzsálem királya vonatkozásában van egy érdekes összefüggés. Mi most éppen az elmúlt hétvégén, hiszen július 4-én volt Habsburg Otto halálának az évfordulója, ő 2011-ben halt meg, és mi minden alkalommal a Habsburg Otto alapítvány megemlékezünk egy kisebb konferencia és egy pannonhalmi emlékmise keretében, és ezúttal ez az emlékmisét követő konferencia pont arról szólt, hogy van Jeruzsálemben egy zarándokház, amit 160 évvel ezelőtt, 1863-ban Ferenc József alapított, és ami mind a mai napig a bécsi érsekség kezelésében van. Egy nagyon prominens helyen, a Via Dolorosán. Ez az Ausztria Hospice, nem? Az pontosan. Ah, nagyon szép a kilátása. Tehát hát gyönyörű, helyéről. Persze. Ugye a damaszkuszi útra látni a kiállásra. És jó, az Acher Torta, a Vanília fagyival. Ezek szerint a személyes tapasztalat beszél önből. Tehát ez egy olyan dolog, és ennek kapcsán most kiadunk egy könyvet is, amit, amit ennek az arándokháznak a jelenlegi rektora, a nagyon magyaros hangzású nevű Markus Bugnyár írt, ami a Ferenc József 1869-es zarándoklatáról szól. Tehát a család számára valóban fontos ez a vonatkozás, és valóban, amikor nagyon szilaj, kurucos gondolkodású magyarokkal találkozik az ember, akkor bizony ilyen jelentőségteljes mondatok hangzanak el, hogy hát igen, igen, tudjuk, Jeruzsálem királya. De valóban, ahogy ön is mondta, ilyen családi kötelékeken keresztül szállt rájuk a Jeruzsálem királya cím, ami hát természetesen egy formai ügy, bár Habsburg Otto számára, aki kétszer maga is járt ebben az arándokházban, először
1955-ben, amikor az még Jordánia volt sajátos módon, de hát később aztán a Héber Egyetem díszdoktoraként, amikor díszdoktorra avatták, akkor szintén járt ott. Na, ennyit zárójelben erről a zarándokházról, ami egy érdekes dolog, de ne felejtsük el, hogy amikor Ferenc József ott járt, akkor ezt összekötötte, ezt a zarándoklatot a Suezi csatorna egyiptomi felavatásának ünnepségével, vagyis ez a zsidó-arab összefüggés és ennek a fontossága a közép-európai, európai politika számára, ez már számára is feltehetőleg nyilvánvaló volt. Akkor a birodalmi gondolkodásra, ha még visszatérünk egy kicsit, hogy tehát ez a közös történetünk folytatásra vár, mondja a miniszterelnök, meg ugye Eduard is azért eljátszik a gondolattal, még ha azt mondja, hogy ez jelenleg fantázia is, hogy sokat gondolkodtam ezen, hogy most látunk egyfajta világrendet, amiről ráadásul azt mondják, hogy átalakulás alatt van. És ugye ebben látunk egy Európai Uniót sok-sok vitával, látunk ilyen különböző érdekesebb vitákat, második generációs liberális kérdésekről, stb. És ezzel párhuzamosan, minthogyha egyrészt lenne a katolikus egyháznak is szándéka arra, hogy diplomáciailag is tényező legyen, most ugye az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk, hogy Ferenc pápa békemissziót hirdet, hogy a vatikáni döntéshozók járják a világot ennek kapcsán. Lehet-e egy olyan forgatókönyv, hogy amikor már ez az egész nem bírja tovább, akkor jönnek a Habsburgok? Mert mintha azt is látom, hogy az osztrák-magyar monarchia egykori tagjai részéről, mintha lenne is egyfajta ilyen monarchia nosztalgia, egyre inkább. Hát azért ezt a bécsi republikánus gondolkodásról nehéz volna állítani. Tehát még a beszélgetés elején érintettük, hogy Habsburg Ottó hagyatékának feldolgozása kapcsán nap mint nap szembesülünk egy olyan koncepcióval, ami igazából egy végtelenül nagyívű gondolkodást jelez, és hát nyilván egyfajta ilyen kincstári optimizmus, vagy természetes elfogultság van bennem Habsburg Ottó életművét tekintve, mert véleményem szerint egy zseniális politikai gondolkodó volt, aki éppen ebben a vonatkozásban, amit itt a miniszterelnök felvet, egy nagyon világos koncepcióval rendelkezett. Tehát érdemes kicsit felidézni, hogy mi is történt vele. Ugye a családjával együtt IV. Károly Zita királyné, akiről Eduard szintén nagyon sokat ír, mint akik a házasság szentségének és a szent életnek, a hitnek, illetve a kötelesség teljesítésnek valamiféle tényleg szentjei voltak éppen. Tehát velük éli át élete első 10 évét, amikor is Madeira szigetén elveszti az édesapját, és félárva lesz. Na most innentől tudjuk azt, hogy magyar bencések tanítják, de nem csak bencések, mert Angyal Dávid zsidó származású magyar jogtudós is tanítja, Ady Lajos, Ady Endre testvére az érettségi elnöke, és még a humor is ott van a sorok között, vagy a sorokban, hiszen maga Habsburg Ottó beszél arról, hogy édesapjától tanulta meg azt a Petőfi verset, hogy akasszátok fel a király. Tehát egy nagyon összetett nevelést kap. És benne van az, hogy bár a birodalom elveszett, és soha nem lamentál azon, hogy itt valami óriási veszteség történt, erről hosszan lehetne beszélni. Egy nagyon szép mondat hangzik el egy interjúban, ami a 80-as években készült vele, amikor egyébként egy magyar származású angol újságíró kérdezgeti erről, és egy nagyon egyszerű választ ad. Azt mondja, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy az Európai Parlament tagja vagyok. Na most ez azért érdekes, mert ugye az Európai Parlament volt az egyetlen olyan intézmény, ami nemzetek feletti testület volt,
és amiben Habsburg Otto azt a fajta nemzetek felettiségét, ami a birodalmi gondolatban megjelenik, voltaképp átélhette. Neki óriási vitái voltak erről családon belül, hiszen mit keres egy császár, ugye ahogy ez az ő édesanyja reá tekintett, egy ilyen furcsa szervezetben, mint egy parlament, még ha az európai is. De Otto itt végtelenül következetes volt, hiszen úgy tudjuk, hogy Franco tábornok a spanyol trónt is felajánlotta neki, tervezgetve Spanyolország jövőjét, és ő ezeket mind visszautasította, és a német állampolgárságot akkor fogadta el egyébként Franz Josef Strauss közreműködésével Bajorországban, amikor világos volt, hogy ezáltal ő egy európai grémium, az európai parlament tagja lehet 20 éven keresztül. Vagyis a birodalmi gondolatnak ez a sajátos megélése, hogy ő egy nagyobb egységben gondolkodik, amiben ott van a nemzeti szuverenitásnak az a formája, amit nemzeti keretben érdemes eldönteni, és itt jön be egy fontos fogalom, amiről Eduard is sokat ír, ez a szubszidiaritás, ami alapvetően egy teológiai fogalom, mégis a Maastrichti szerződésben, ugye aminek most emlékezünk a 30. évfordulójára, és ami a jelenlegi Európai Unió alapító szerződése, ott a szubszidiaritás, ami ugye kimondja, hogy mindent azon a szinten kell eldönteni, ahol az a legészszerűbb, abban megfogalmazódik ennek az Otto által is fontosnak tartott Reichsidének, birodalmi gondolatnak a leglényege, hogy szükség van egy nagyobb egységre, de azon belül igyekezni kell a döntéseket a lehető legalacsonyabb szinten meghozni, így tud összeállni egy működőképes birodalom. Ez fontos üzenet lehet a mai Európai Uniónak. Tehát Otto nem abban a fajta európai birodalomban gondolkodik, mint ami most az Európai Unió kapcsán látunk. Nem, és azt kell mondanom, hogy az Európai Unió alapító atyái sem ebben gondolkodtak. Tehát én hogyha egy kicsit aktuál politizálhatunk, akkor én a jelenlegi Európa kritikát, aminek számos megnyilvánulási formáját láthatjuk óriás plakátokon és hallgathatjuk számos fórumon. Én, hogy mondjam, ezt lehet persze nagyon kurucosan megfogalmazni, de hogyha pusztán azt mondanánk, hogy azért érdemes lenne egy kicsit odafigyelni arra, hogy az alapító atyák hogy gondolkodtak Európáról, és mi az alapgondolata ennek az Európai Uniós együttműködésnek, akkor lehet, hogy több barátot szereznénk ennek a gondolatnak, mint hogyha ez nagyon kurucosan hangozt. Egyébként érdekes, hogy Habsburg otthon kívül Habsburg György például, aki jelenleg ugye hazánk párizsi nagykövete, például úgy nyilatkozott még 2009-ben a Heteknek egyébként, hogy ebben a pillanatban nem reális a visszatérésről beszélni, nem lehet kijelenteni, hogy vége a monarchiának, és azt sem, hogy világméretekben visszatérhetnek. Svájcot nagyon nehéz elképzelni, mint királyságot. Anglia viszont monarchia nélkül lenne nagyon furcsa. Szerintem minden országnak magának kellene eldöntenie, hogy mi a leginkább megfelelő a számára. Nem lehet előre kijelenteni, hogy a monarchia jó volt vagy rossz volt. Édesapámmal együtt legitimista állásponton vagyunk. Minden országnak tiszteletben tartjuk a legitim államformáját. És akkor ilyenkor merül fel a kérdés, hogy lehet a 21. században még olyan vajon, hogy megváltozik egy ország államforma, és mondjuk meghívják uralkodónak, mint ahogy azt akár Franco is tervezte, de hogy itt a 21. században visszahívják a Habsburgokat, vagy azt mondják, hogy legyen egyfajta monarchia, ami ad egy hagyományt, egy legalább jelképesen, és mert hogy most válságban vagyunk, és igenis szükség van egy királyra, vagy egy uralkodó családra, vagy ez tényleg teljes utópia? Azt hiszem, hogy a nemzeti önrendelkezés és a demokrácia szabályainak alapvetését azt nem lehet a 21. században semmilyen módon felülírni. És itt hagy hivatkozzak magára Habsburg Ottóra, aki 1960-ban egy fórumon vett részt a Zürichi Egyetemen, ahol 1956-os fiatal emigránsokkal
találkozott, és ott tartott egy nagyon fontos és érdekes áttekintő előadást, majd a kérdésekre válaszolva nagyon egyértelmű volt, hiszen ott azt kérdezték tőle, hogy azok, akik nem élnek Magyarországon, és ebben benne voltak már maguk az 56-osok is, de ő maga is, milyen módon tudja befolyásolni Magyarország sorsát, és gyakorlatilag erről is szó esett, hogy milyen államforma alakuljon ki. És akkor az Otto ad erre egy olyan választ, amiért bizony, hát ha fügyszó nem is, de az élénk háborgás az hallható, mert azt válaszolja nekik, hogy Magyarország sorsa, és hogy mi történik Magyarországon, az egyes egyedül azokra tartozik, akik ott élnek. Ugye ezt láttuk, hogy a rendszerváltozást követően ez bizony nagyon sok nyugati emigránsnak fájdalmat okozott, hogy nem tudták olyan módon befolyásolni a hazai történéseket, ahogy szerették volna, de ugye ez egy egyértelmű mondás. Most persze el lehet játszani ezzel a gondolattal, hogy egyszer a Dunajegén vajon a magyar nép megválasztana egy Habsburgot újra királyának, ami azért is érdekes, mert az első világháború követően ugye a Habsburg pártiak mellett ott voltak a magyar királyválasztók is, tehát ez egy nagyon megosztott társaság, arról nem is beszélve, hogy amikor a legitimisták élükön Aponyi Alberttel nagyon intenzíven élték meg az ő Habsburg pártiságukat, és emlékeztek meg például Habsburg Otto születésnapjáról az ő távollétében minden november 20-án, azon közben bizony a horti hű tüntetők olykor még tömegverekedésig vitték ezeket az alkalmakat. Tehát itt nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy a magyar nép ebben az ügyben nagyon egységes lenne. Én azt gondolom, hogy nem érdemes ennyire extrapolálni a miniszterelnök szavait. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy azok a tapasztalatok és történelmi igazságok, amik itt megfogalmazódnak Habsburg Eduárd könyvében, ezek egy modern, demokratikus Magyarország számára is használhatóak. És mi a helyzet Ausztriával? Ugye az előbb egy fél szóval utalt a bécsi republikánusokra, de egyrészt milyen a viszony a Habsburgoknak Ausztriával, mert ugye ezzel kapcsolatban is, hogy azért időnként, mintha lettek volna Habsburg perek, tehát hogy perelték az államot, illetve milyen az osztrák társadalomnak a viszony a Habsburgokhoz? Az osztrák társadalom sem egységes ebben. Vannak olyan tartományok, például Tirol, ahol Habsburg Ottót mindig látványosan ünnepelték, és számos olyan település van, ahol ő díszpolgárságot is kapott. Ugyanakkor az osztrák republikánus hagyomány 1945-öt követően egy nagyon jelentős hagyomány volt, és ezért ugye nagyon sokáig tartott, amíg el tudták fogadni, hogy Habsburg Otto egyáltalán beutazzon Ausztriába. Ugye fia Károly születését követően írta alá azt, hogy ő maga lemond a trónról. Ezt az édesanyja soha nem írta például alá, és hát ez családon belül is okozott ellentéteket. Ugyanakkor viszont 1972-ben sor kerül egy történelmi készfogásra, amikor Bruno Kreisky szociáldemokrata osztrák kancellár kezet fog Habsburg Ottóval, és ez az a momentum, amelytől kezdve Habsburg Otto voltaképpen egyfajta legitimitást nyer újra Ausztriában. Ugyanakkor nem véletlen, hogy nem Ausztriában telepedett le, hanem Bajorországban, közel az osztrák határhoz, és mégis német színekben, német állampolgárként lett európai parlamenti képviselő. És a perek azok alapvetően a vagyonról szólnak, vagy annak van egyfajta ilyen mély lélektani része is? Van mély lélektani része is, sőt, hát ez az osztrák pártpolitikában is jelentős szerepet játszott. A Habsburg Otto alapítvány nem véletlenül választotta Wolfgang Schüsselt első nagy ilyen Ottóra emlékező vacsorája főszónokaként, mert az elég nyilvánvaló, hogy az osztrák néppártnak van egy olyan szárnya,
amelyik pontosan Ottót nem mint trónörököst és mint a Habsburg ház fejét, vagy nem csak ezt tekinti fontosnak, hanem ezt a bizonyos Európai Uniós elkötelezettségét is, hiszen ne felejtsük el, hogy az, hogy az Európai Unió, amikor Ausztria csatlakozott, ilyen népszerű tudott lenni osztrák konzervatív körökben is, ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy Habsburg Otto nagyon sokat tett azért, hogy az európai gondolatot azt ezekben a körökben elfogadtassa. Arról nem is beszélve, hogy Ausztria csatlakozási kérelmét ő volt az, aki minden erővel igyekezett előmozdítani a különböző európai grémiumokban. De akkor ki lehet azt jelenteni, hogy az Otto esetében az ő ilyen birodalmi ambícióit, vagy egyáltalán ilyen európai polgári ambícióit, hogy szebben mondjuk, azt az Európai Unión belül meg tudta valósítani. Ez azért egy érdekes kérdés, mert hogyha megnézzük a klasszikus, mondjuk felsőház meg alsóházat, akkor mit keres Otto az Európai Parlamentben? Igen, ezt kérdezték tőle a családtagja is, hogy egyáltalán ebben a furcsa grémiumban hogy kerül ő oda, meg hogy őt a nép válaszza meg, hát hol vagyunk mi ettől? Hogy jön ahhoz a nép, hogy egyáltalán a dilemma elé álljon, hogy megválasztja-e Ottót vagy sem. És én azt gondolom, hogy ez az ő igazi szellemi nagysága, hogy felfogta, hogy ebben a mai helyzetben ez az az európai grémium, ahol ő ezt a fajta birodalmi gondolatot, amit ő von Hause az, hogy úgy mondjam, hoz magával, és amit 5. Károlynál oly pontosan ír le, ezt ebben a körben tudja megvalósítani, és egy dolgot nem szabad elfelejteni, ami azért egy az életmű szempontjából is egy végtelenül fontos tény. Ugye ő volt az, aki kezdettől fogva azt mondta, hogy ez az Európai Unió, ez nem teljes a vasfüggöny mögött élő emberek, a mögötte létező országok, nemzetek nélkül. Ő mondta azt, hogy ezen az üres széken, ezen itt kéne ülni a magyaroknak, cseheknek, és a többi, és a többi. Ő volt az, aki az Európai Parlament tagjaként először felemelte a szavát, például a határon túli magyar kisebbség ügyéért, sőt, ő volt az, aki először szólalt meg magyarul az Európai Parlamentben. És hát gondoljunk csak bele, és ugye itt Eduard könyvének az utolsó fejezete az, hogy hogy kell meghalni, és hogy milyen módon kell átélni ezt az egész földi életet, hogy micsoda kegyelem az, hogy Habsburg Otto aggastyánként 2004-ben megélhette azt, hogy ezek az országok csatlakoznak az Európai Unióhoz, valamilyen módon beteljesítve azt, amin ő egy életen át dolgozott. Tehát azt gondolom tehát, hogy az aktuál politikai összefüggések és ezek a már-már transzcendens életvezetési, hitbéli dolgok, ezeknek az összefüggését megvilágítva talán közelebb kerülünk az igazsághoz, mintha csak a napi híreket olvasunk. Ugye ez a hogyan kell meghalni eszembe jutott a Rudolfról készült film elején a kopogtatási szertartás, ugye amit a bencések vezettek, hogy ki van itt, és akkor felsorolnak egy csomó címet, és azt mondják, hogy nem ismerem, és akkor a végén pedig az ember az, akit viszont... Igen, a bűnös ember, aki végül bebocsájtást nyer. Igen, ebben van egy, ugye ez egy nagyon mély hitbéli meggyőződés, és bár nyilván nem mondható el mindenkiről a Habsburg háztagjai közül, hogy különösebben puritán életet éltek volna, de történetesen... Lehet azt mondani, hogy inkább nem éltek puritán életet többségében? Hát az évszázadokra visszamenőleg nyilván a fényűzés, meg azért Schönbrunn nem a puritanizmusról szól, ha mondhatok ilyet. Ugyanakkor az, hogy azon belül egy nagyon józan és szigorú életvitel, egy a rend pontos betartása, ugye erről is szól Eduard könyve, egy nagy önfegyelem, az önmegtartóztatás megélése, ez azért benne van.
és végül is a temetési szertartásban valahol ez manifesztálódik. És végezetül egy utolsó kérdés, hogy nyilván most van a történelmi helyzet, és ebben a történelmi helyzetben valószínűleg nem fogják jövő héten megkoronázni sem Eduárdot, sem bármelyik Habsburgot. Ugyanakkor azt lát abban arra járt, hogy ha szükséges, akkor viszont készen állnak. Tehát, hogy továbbra is óriási tudással rendelkeznek, jelen vannak a közéletben, a diplomáciában, tehát, hogy egyáltalán nem tűntek el a Habsburgok, hanem ott vannak, hogyha esetleg szükség van rájuk. Nem tűntek el valóban, és valóban egy olyan családi, kollektív tudásnak a birtokában is vannak, ami egy évszázados dinasztikus tapasztalat. És ezt az évszázados dinasztikus tapasztalatot, ami egyébként pont nem olyan régen nyilvánult meg abban, hogy ugye megtaláltuk Habsburg Ottónak egy felvételét, ahol a putyini hatalomgyakorlásról beszél, és annak a veszélyeire hívja fel a figyelmet. Tehát ez, hogy valaki ezt a fajta éles látást meg tudja őrizni, ebben bizony benne van az a fajta családi tapasztalat, aminek a jelenlegi igen-igen kiterjedt Habsburg családban nagyon sokak a hordozói, függetlenül attól, hogy üzletemberek, éppen nagykövetek, újságírók, művészek, vagy bármilyen egyéb feladatot látnak el. Voltak éppen erről szól ez a bevezetőben Orbán Viktor által leírt mondat. Erre a tapasztalatra érdemes manapság is támaszkodni. Mi meg kíváncsian várjuk a közös történelmünk folytatását. Prőle Gergely, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a beszélgetést.